Az önkéntesség hetihez kapcsolódva Fejér megye legjobb önkéntes programját keresi az Eko Innovációs Műhely Vármegyei Önkéntes Központja. Május 8-áig várják a képernyőn látható címre a pályázatokat. Olyan önkéntes kezdeményezéseket és programokat keresnek, ahol valamilyen példaértékű, helyben megvalósított programot mutatnak be a jelentkezők. A pályaművekkel kapcsolatban féloldalas bemutatkozó anyagot szeretnénk várni, fotódokumentációval. Ugye azt említettem, hogy május 8-áig várjuk a beérkezett anyagokat. Eredményhirdetés május 19-én Dégen a megyenapon történik, és a legjobb kezdeményezéseket díjazzuk, amit az önkéntesek hete rendezvény sorozathoz kapcsolódóan fogunk átadni június 5-e és 10-e között. A beérkező pályázatokat három tagú zsűri bírálja el, a legjobb pályázatokat pedig a Fejér vármegyei önkormányzat is támogatja. 150 000 forintot ajánlottak fel, melyből az első három helyezett kap majd ajándékot. Minden olyan tevékenységet alapban támogatunk, amely közösségépítést, közösségfejlesztést szolgál. Örömteli látni, hogy Fejér megyében egyre több önkéntes van, egyre több olyan ember van, aki szabadidejét nem kímélve, ellenszolgáltatás térítés nélkül végez olyan programokat, amelyből ténylegesen az egész köz profitál. Az önkéntesség hete is ezt a célt szolgálja, éppen azért, amikor az EHO ezzel kapcsolatban megkeresett minket, mi ehhez is stratégiai partnerséget ajánlottunk, és idén először pénzdíjazás kapcsán a három legjobb önkéntes programot külön megyei díjazásban is részesítjük. A vármegyei elnök arra biztatta a helyi civil szervezeteket, vegyenek részt a pályázaton, és mutassák meg, mennyi mindent tehetnek azok, akik önkéntes munkával járulnak hozzá valamely jó ügy előremozdításához.